Pénzre volt szükségük, ezért a város utcáit járta a két vádlott. Egyszer csak itt, Dombóváron vettek észre egy már régóta magára hagyott, leparkolt régi autót. Eldöntötték, hogy ellopják. Másnap vissza is mentek érte, kinyitni viszont nem tudták, ezért felfeszítették, majd mivel beindítani sem sikerült, egész egyszerűen eltolták a helyszínről. A lopás másnap azonnal feltűnt a tulajdonosnak, aki értesítette a rendőröket. A kamera felvételek alapján pedig hamar el is fogták a tolvajokat. Az ügyük most került bíróság elé. Kiderült, hogy a pár férfi tagja korábban más bűncselekményeket is elkövetett. Őt 2 év 4,5 hónap börtönbüntetésre ítélte, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az élettársát, a másodrendű vádlottat, aki szintén volt már büntetve, de nem minősül többszörös és különös visszaesőnek, szintén társtettesként elkövetett lopás büntettében mondta ki bűnösnek, ezért 1 év 7,5 hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság, azonban itt a végrehajtást 2 évi próbaidőre felfüggesztette. A vádlottak időközben megszöktek a hatóságok elől, így enyhítő körülményre a bíró nem tudott tekintettel lenni az ítélet kihirdetésekor. Mindketten tagadták a nyomozás során a bűncselekmény elkövetését, azt állították, hogy a másodrendű vádlott vásárolta a gépjárművet, amelyet eltulajdonítottak, azonban a bizonyítási eljárás ezt cáfolta, a bíróság megállapította, hogy a gépjárművet nem megvásárolták, hanem ellopták az eredeti tulajdonosuktól. Az ítélet még nem jogerős, mivel azt a vádlottak távollétében szabták ki.